Az első adventi kórusverseny további jutói mérték össze tudásukat a szerdai döntőben. A rendezvény végén a legjobb általános iskolai, középiskolai és felnőtt kórusokat díjazták. A verseny ideje alatt több mint 300-an szerepeltek az Éneklőfenyőn. Az utolsó megmérettetés az első adventi kórusversenyen. A döntőben a legjobb csapatok énekeltek. A fellépők ezúttal is az Éneklőfenyőn szerepeltek, ami már önmagában is hatalmas élmény volt. Felszabadultunk meg, sokat készültünk rá, és amikor ugye tovább jutottunk, akkor nagyon örültünk, hogy itt lehetünk. A kórusverseny ideje alatt több mint 300-an énekeltek a téren, a zsűri pedig örült annak, hogy igazán színvonalas előadásokkal érkeztek a fellépők. Elvileg az volt a terv, hogy minden kategóriából két csapatot, két kórus juttatunk tovább, de végül is a felnőtt kategóriából nem volt könnyű a döntés, és hármat is tovább juttattunk. A végén pedig minden kategóriának egy győztese lett. A miskolci advent középpontjában idén a közösségek állnak, így az adventi kórusversenyt is ennek jegyében szervezték meg. Azt szokták mondani, hogy vannak olyan versenyek, ahol mindenki nyer, minden résztvevő nyer. Én azt gondolom, hogy ez egy tipikusan ilyen verseny volt, minden résztvevő nagyon sok érményt nyert. Az általános iskolai kategóriában a Frater Scola Viridis, a középiskolai kategóriában a Fényi Kamara Kórus, felnőtt kategóriában pedig a Miskolc-Szapolcai Kerek Kórus vehette át az első helyezésért járó díjat.